Csaosztok, sziasztok, újra itt vagyunk mamánál a bázison. Túl vagyunk egy mélyponton. Hétfőre ígértem ezt a itteni méreckedést, de hétfőn egész nap forgattunk Denisszikkel, most elkezdtünk egy ilyen The Barbershop-os című netes sorozatot, annak vettük fel az első részét, ezt ki is raktuk YouTube-ra, hát tetszik nektek, egyébként nekünk is tetszik, úgyhogy mindenféleképpen lesz forgatás. Mély ponton átestem, amit aki megnézte, az látta, aki nem, az nézze meg. Az edzést ugyanúgy nyomom, csak a kajára nem figyeltem oda. A forgatáson a barbershopposon meg kellett ennem két sajtburgert. Nagyon szenvedtem, de hát értetek mindent, meg a jó szerepért. Másnap meg forgattunk egy ilyen edzőtermes videót, azt maraktam ki. Ott meg csokit kellett tennem, meg füstli, virslit, úgyhogy ott is nagyon szenvedtem, de muszáj volt. És visszajöttem mamához, holnap péntek, ez a második hét közepe. Jól elment, 122,4 kilóról indultunk, mindjárt méreckedek egyet, aztán megnézem, hogy hol tartok, hogy mennyit híztam vissza, de csak nem híztam vissza, mert edzeni meg jártam rendesen. De holnaptól megint folytatom ezt a tojásos diétát, úgyhogy kicsit megkínzom magam. Biztos, ami biztos, csak hogy jól haladjunk. Remélem, megint vissza tudok állni erre a reggeli kelésre, mert ma is például sikerült 10-ig aludnom, de nagyon jól esett. Meg kellett, igényelte a szervezetem. Meg rengeteg újdonság, meg jó híreim lesznek. Képzeljétek el, megkerestek, hogy ilyen webshopot akarok-e. Úgyhogy gyerekek, csókollak, sapka meg, bátya póló. Nem sokára állítólag jön. Hát is a grafikákat meg kell tervezni, úgyhogy nagyon mozgalmas lesz ez a nyár. És remélem, soványon tölthetem. Kíváncsi vagyok. Na jó, van, nézzük meg, hogy mennyit híztam vissza szerintem, aztán meg folyt köv. Lássuk a medvét. Most itt állunk az igazság kapujában. Ez, hogy állandóan elállítom, gyerekek, a vizet. Na, nulláz le magad. És... gyerekek, nem áll. Mondjuk pulóverben vagyok, mindjárt leveszem a textilt. 116,1. Szóval ennyi voltam legutoljára. Hát, 116,1-et mutat. Fogyni nem fogytunk, de legalább stagnáltunk. Úgyhogy én ennek is örülök, mert most megint lettem volna egy ilyen 118 vagy 119, ott lehet azért bátya patót fogott volna. Ez nem egész jó. De ennyit számít egyébként, látod, keményen edzek, nem vagyok link, de becsúszik egy-két csoki, gyerekek, már stagnálás van. Elgondolkodtató. Most van, milyen nap van? Szerda, csütörtök, ja. Egy hete nem tartom a kaját, és ugyanott vagyok, hogy a part szakad. Nem hiába mondják az okosak, hogy 80% a kaján múlik. Holnaptól megint elkezdődik a kínzás, meg a diéta. Mindegy, megfogadtuk. Még van vagy 10 hét, csak lemegyünk 100 környékére. Így is még 16 kiló. Sok. Mindenben mindjárt állok. Rendesen meg össze csatlakoztatom a telefonon, hogy nézzük azt a zsír, víz, hasonló összetételt. Hát, ha az okosabbak leszünk. Holnap box, jönnek a videók, kezdődnek a videósorozatok. Csináljuk, nem adjuk fel. Nyomni kell. Csókolak titeket, sziasztok!